Jó reggelt kívánok! Mint ígértem, tünk bemutatjuk a Xiaomi kávéfőzőjének a Xiaomi kapszulás kávéfőzőjét. Egy pillanat türelmet. Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit! Mint ahogy ígértem, bemutatom a Xiaomi kapszás kávéfőzőnek a működését, beüzemelését és használatát. Kezdjük is neki, ugorjunk, ne húzzuk az időt. Első lépésben mindenki fogja a kis átalakítóját. Ilyet vagy ennél jobbat, az a kis fekete egyszerűt, azt nagyon használjuk. Ne tegyük tönkre a kis készülékünket. Összedugjuk az átalakítóval, és berúgjuk a konnektorba. Így né. Utána nemes egyszerűséggel a víztartályát kell feltölteni. Től látszik is, van egy maximum jelzés, hogy látszik jobban így. Van egy maximum jelzés, idáig tölthetjük fel vízzel, felesleges tovább tölteni, és majd lesz egy minimum jelzés is, ami alá ne engedjük a vízmennyiséget, mert onnan már nem tud kellő mennyiségű vizet felforralni és kiönteni a kis kávénkba. Gyorsan feltöltöm a víztartályt. Teljesen fölösleges, teljesen tölteni. Fogjuk és behelyezzük a kávégépünk hátuljába, ezt már mutatom is. Kis helyet kérek. Van két pöcök a hátulján, van két lyuk a tartály hátulján, és egyszerűen azt oda helyezzük. Így. És lepattintjuk. Na, bent van a helyén, más dolgunk nincs, mint egyszerűséggel bekapcsolni. Most visszam a kamerát, mutatom. A tetején van itt egy bekapcsoló gomb. Először kapcsoljuk be a készüléket. Amíg üzemképes nem lesz, addig villogni fog nekünk a kis LED rajta. Bekapcsolás a kávéfőzésnek a kezdetét jelzi, hogyha már nem villog. Addig nyugodtan folyog a kis kávénkat, amit kaptunk hozzá. Az egyik finom kávé, és helyezzük be a készülékbe. Egyszerűen felnyitjuk, nincs más dolgunk hátra. Megfelelő módon beletenni. Ilyen óvodából ugye mindenki megtanulta, karikába karikát, kockába a kockát. Nem nehéz elrontani, egyszer csak beleejtjük így. Ugye ott van belül a kis, tudom mennyire látszik, kis cső, ami majd rá fog húzódni a kapszulára, és úgy fogja átlyukasztani. Lecsukjuk a fedelét, erősebben, így né. Kattanásig. Most már készen van a kávéfőző, előkészült a vízmelegítéséhez, ugye az ott benne van a cirkuláló vízmelegítő, és ugye nemes egyszerűséggel alá kell tennünk egy megfelelő poharat. Na most a pohártartó és csepegtető elvezető, ez levehető, és két helyre lehet felrakni, ugye a kicsi csészéknek a kis kávéhoz, egyen lejjebb a nagy csészékhez, nagy kávéhoz, ezt mutatom itt is. Tehát két hely van felül, alul, de nem kötelező rárakni, mert ugye, ha van egy nagyobb bögrénk, akkor bizony ez nem férne alá még a legkisebb. Aki olyan kávét iszik, amilyet szeret. Én hosszú kávét szeretek tejjel inni. Nemes egyszerűséggel fogom és beállítom a hármas utolsó előttire. Annyit jelent, hogy ez 250-240 ml vizet nyomjon át rajta. Igaz, hogy picit híg lesz, de nem megfelelő mennyiségű. Úgyni. Ha ezzel készen vagyunk, nincs más hátra, mint megnyomni újra ezt az egyetlen gombot,
amivel elkezdi majd a vizet nyomni, forralni és átnyomni a kapszulánkon. Kicsit csapódik szana szét, úgyhogy nem árt majd a karbantartásnál, tisztításnál is, majd itt alul is átmosni. Majd mutatom. Bocsánat, csak így. Oda felcsapódik szépen, és ha azt ott hagyjuk, idő után picit mocskos lesz. Na, lefőtt a kávénk, gyorsan alárakjuk. Ugye itt fogja fel a cseppeket, és ott hátra, szépen ezen a lyukakon elvezeti a fölösleges folyadékot be hátra a tartályba. Most hátul a tartályt most megmutatom, ha megáll a csepegés, majd feltakarítom, semmi baj. Tehát a hátsó tartálya az annyit tesz, meg is voltam egyből, hogyha úgy kávét szeretnél lefőzni, kinyitod, ugye a használt kapszula az le fog esni ebbe a tartályba. Mutatom, hogy ebbe bizony most nincsen semmi. És erősen felnyitva, hát nem tudom, lehet-e még látni, ott a kapszula, és leesett. Leesett ide az alsó tartályba. És a két tartály, mint mondtam, két részből áll, a felső rész, ami magát a kapszulát fogja meg, és az alsó rész pedig a kapszulákból kifolyó, vagy ezek a lukakon lecsepegő, fölösleges folyadékot gyűjti össze alul, és majd azt kell szépen kiönteni, kitakarítgatni. Na. Hát tulajdonképpen ennyi lett volna a kávé lefőzése, semmi ördöngönség nincs benne szerintem, úgyhogy végtelen egyszerű egy kis kávét lefőzni, ezt meg lehetne cukrozni, tejezni, úgyhogy más kisebb kávécsészét teszünk, akkor már a kisebb is jó. Na, karbantartásról annyit, hogy mivel csak vizet használunk, ugye a tartályba le fog majd rakódni a vízkő, főleg, hogyha olyan helyen lakunk, ahol a víz nagyon kemény és sok benne a vízkő, ezért érdemes ezt majd vízkőoldóval majd kimosni általában. De viszont lehet kapni a kapszás kávéfőzőkhöz olyan oldatot, amivel átfőzve még plusz azokon a helyeken is kitakarítja, ahol a víz áthalad, ugye, mert hát ott is van, most ott is le fog rakódni a vízkő, és egy idő után már nagyon nehezen fogja a vizet átnyomni, és egy idő után meg tönkre is fog menni, úgyhogy karbantartani biztosan nagyon kell. A tetején ezt a részt, a kapszula teret nem nagyon lehet tisztítani, maximum majd a tisztító folyadék, ami majd átnyomja rajta, azt fogja. Én mutattam alul, kell takarítani, ki kell takarítani majd a cseppfelfogót, a tálcát, ügyen meg a két részből álló tálcát. Hát nagyon remélem, hogy mindenkinek megtetszett, neki nagyon jó, kényelmes funkciója ez a kávéfőzésnek, ugyebár ugyanúgy megtalálható nálunk is, és közkedvelt a kotyogós kávéfőző, de az ember egy picit lusta reggel, vagy el van késve, akkor nem fognak nekiállni, hanem ezzel a kis készüléke gyorsan meláttátok, milyen gyorsan működik. Azonnal szinte átfőzhető egy jó kávé, és gyorsan meg lehet inni. A készülék az 15 perc alatt kapcsolódik ki önmagától, tehát nem kötelező kivel kapcsolni, de hosszú gomnyomásra kikapcsolható készülék, hogyha ezt nem akarjuk megvárni, de nem kötelező, úgyhogy automatikusan kikapcsol. Hát ennyi lett volna a kávéfőző utolsó videója. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljátok ott alul. Iratkozzatok fel a csatornára, és hozzátok meg
egészségetekre. Sziasztok!